Sziasztok gyerekek, én Dozsó vagyok, és ebben a videóban hát újra egy unboxing videó lesz, így 3 év után újra. Fú, régebben volt még két unboxing videón, két D'Agostin is Icarus modellről, a 260-asról meg a Farosról. Hát akkor én még ilyen noki kisgyerek voltam, amikor ezek a videók készültek. Nem mintha most ne lennék az, de mindegy. A mai videóban viszont egy jóval nagyobb modellt fogunk kibontani. Méghozzá egy 140-es mercit, és annak az 1.18-as méretarányú modelljét. Itt látható maga a doboz, majd erről bevágok nektek felvételeket, hogy milyen is a doboz. Az annyi fontos, hogy én ezt használtan vásároltam meg, szóval maga a doboz az lehet, hogy itt ott sérült, sőt igazából látszik is, hogy sérült néhány helyen, de ez nem veszi el a kedvemet, ugyanis nagyon nagy célom volt, hogy beszerezzem ezt a modellt, ugyanis tudni illik rólam, hogy ez az egyik nagy álomautóm, a 140-es merci. És ugye, hát láthatjátok is a feliraton, hogy ez egy S600, tehát a csúcsmodellt fogjuk kibontani, hosszított tengelytávú, S600 long. Akkor nézzük is a bontást. Sikerült is kicsomagolni, itt van most a kis hungarot személyében. Szabadítsuk ki a bálnát tehát. Itt van tehát a modellünk, sikerült kiszabadítani, gyönyörű szép. Tehát elképesztően komoly kidolgozásra van. Mindegyik ajtó nyilvánvalóan nyitható, plüssözött beltér, kormányozható, és nyilván mindegyik kereke gurul, viszont ez nem az a fajta autó, amit csak így gurigatsz, tehát nagyon nem az a kategória. Mint láthatjátok, rugózása is van, úgyhogy tényleg igazán gyönyörű. Ameddig te ezeket a képeket és videókat nézed a modellről, addig hadd meséljek nektek egy kicsit a 140-es merci történetéről. Nem sokat, csak így nagy vonalakban tudjátok. Tervezést 1981-ben kezdték meg, 89-re tervezték az autó bemutatását. Viszont ez több dolog miatt is csúszott. A BMW 1986-ban mutatta be az E32-es 7-est, ami rengeteg technikai újítást tartalmazott, és először ebben a luxus szedánban volt V12-es motor. Hát merciék némek hát úgy gondolták, hogy hát nehogy már, hát a miénkbe is kell ilyen, úgyhogy tovább tervezték a 140-est. Azért ez nyilván elég máskor volt, tehát olyanokról is olvastam, hogy V16-ot terveztek még a 140-esbe, ezt végül egyébként nem lépték meg, pedig hát mekkora lett volna. 89-ben megjelent a Lexus LS400, ami sokkal elérhetőbb áron nyújtott nagy luxus, mint a Mercedes. Végül 91-ben megjelent a bálna. Először limuzin, majd 92-ben a kupé változat is. Az első években SE, SEL és SEC jelölés volt a modelleken, ugye attól függően, hogy most a rövid, hosszú tengelytávú vagy kupé, ugyebár. Egyébként később a limuzinokat S-nek és a kupét pedig átnevezték a CL osztályá. A Bruno Sacco által megtervezett forma talán az egyik legszebb az S-osztályok közül, ez persze csak az én szubjektív véleményem, kérlek ne küldj el az anyámba, ha neked nem tetszik, bár szerintem akkor is ez kifejezetten az egyik leginkább tekintélyt parancsoló S-osztály mint közül, főleg hogyha az utódot nézzük, akkor azért igencsak hát nagy a különbség szerintem, úgyhogy ja.
Sokféle motorra volt kapható, volt S280-tól S600-ig minden, dízelek, benzinesek, minden. Sőt, néhány nagyobb motoros AMG és Brabus változat is, például S70 AMG, ha már itt tartunk. És hát volt ez az egy kombi, ami azért úgy na, az azért elég pacek. Szerintem azt mindenki elfogadná. Ez rohadt jól néz ki. A videóban egy S600-ról van szó, ami az AMG-ket leszámítva a legerősebb modell volt. Ebben ugye az M120-as kódjelű V12-es 6000 köbcentis motor van, ez gyárilag majdnem 400 lóerőt tudott, egy igazi szörnyeteg. Egyébként a Pagani Zondába is ez a motor került. A 90-es években a gengszterek az országos vezető politikusai, igazából a nagy emberek mászkáltak bánával. Szerintem nem is kell többet mondanom annál, hogy Zambó Jimmy-nek is 140-es mercia volt, úgyhogy tényleg egyébként a legnagyobb emberek mentek ezzel. Sokan ezt nevezik az utolsó igazi mercinek, szokták mondani, hogy ezt még mérnökök tervezték, nem pedig marketingesek, utalva ezzel arra, hogy rohadtul költséges volt a tervezés és a gyártás is, mert hát nyilván a tökéletesre akartak menni, ugyanis a mercinek van is a mottoja, hogy a legjobbat vagy semmit, ez akkor még kifejezetten igaz volt. Ugye nem jövedelmezett túlságosan nekik a gyártás, így hát az újabb merciket, a 140-es utáni mercikből már igencsak kispórolták mondhatni az anyagot, habár azért még voltak ott is jó motorok, viszont a kasznik már utána eléggé rohadósak voltak. Elég csak például a Pápa Szemes 210-es E-osztályra gondolni, vagy a 220-as S-osztályra. Ha érdekel még több dolog erről a modellről, és nem volt elég az, amennyit én pofáztam róla, akkor nézzél utána a Google-ön, te köcsög, Google a barátod, te get. Amúgy YouTube-on találsz sok jó videót róla, tényleg érdemes utána keresni, mert szerintem egy tök érdekes története van. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a mai videóban. Tudom, hogy ez kicsit ilyen más volt, mint az eddigiek, és az előző unboxing videók, amik bár nagyon régiek, de azok sem voltak ilyen jellegűek, viszont én az elmúlt időszakban gondolkoztam azon, hogy kéne csinálnom egy ilyen jellegű videót, úgyhogy kapóra jött most ez. Szóval remélem, hogy nagyon tetszett nektek, és hogy bejött ez az kicsit ilyen ismeretterjesztősebb vonal, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!